Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes YouTube csatornán. Ma ismét egy szabadtéri helyszínt választottam. Itt fogok főzni az erkélyemen, és ráadásul egy negyed órás, azaz 15 perces receptet hoztam nektek, egy egyszerű pesztós magvas spagettit fogok készíteni. Gyertek, tartsatok velem most is! Ehhez a recepthez először feltettem ebbe a lábosba forrósodni a vizet. Ez a víz közben felforrt, teszek bele egy kevés sót, mondjuk egy jó evőkanálnyit, úgy, és mehet is a spagetti bele, hadd főjön. A fél kilót ezen módon, hogy megcsavarom és elengedem. Itt már csak egy-két perc, és szépen lassan megpuhulnak a tészta aljai, és hamarosan rátehetjük a fedőt. Leveszem egy picit a hőfokot, rátesszük a fedőt, és innentől számítva körülbelül 6-8 perc és készen is van. A tészta főzési ideje alatt el kell, hogy készüljön a másik serpenyőben a többi hozzávaló. Ehhez már el is kezdtem forrósítani, öntök bele egy kevés olívaolajat vagy nocsolok, és indítsunk egy kevés pirított hagymával. Egy fej vörös hagymát fogok tetszőlegesen vághatjátok kicsit nagyobb kockára is, és már mehet is a serpenyőben, már halljuk, hogy sistereg is. Közben néha egyet érdemes keverni a spagettin, az azt jelenti, hogy csak így átmozgatom szépen a csipesszel egyszer-egyszer, főleg az elején, hogy az esetlegesen összeragadt tészták ne tapadjanak továbbra is. Na, mi a következő mozdulatunk? Itt a kis mozsaram, van benne néhány szem bors, ezt meg is töröm, de a bors után, a zöld bors után össze szeretném törni a magvakat, amit itt láttok. Van itt egy kevés mandula, mondjuk vegyünk egy marék mandulát, kesudió, dió és tökmag. A mandula a legkeményebb, mindenképp szükségem van arra, hogy a mandulát jól összezúzzam, hiszen ha nagyba egészbe harapjátok, az nem annyira élvezetes ebben az ételben. Kicsit megtörtem a mandulát, mehet is a hagymára, ha piruljanak együtt, a következő a kesudió lesz, ezen is török egy kicsit, ez már jóval puhább, hamarabb végzek vele. Itt egyébként akármilyen magvakat használhattok, fenyőmagot, pisztáciát, napraforgó magot, szezámmagot, bármit, amit szeretnétek. Nekem most ez volt kéznél, ez volt itthon, úgyhogy ezzel fogom a receptet is elkészíteni. Néha azért érdemes egyet keverni rajta, hogy egyenletesen piruljanak a magvak. Jöhet a dió, szintén a mozsárba, tényleg egész keveset kell már csak zúzni rajta, hiszen a dió az nagyon puha tud lenni, nagyon magas a zsírtartalma, és ez is mehet az alapba. Egy keverés, egy rázás, jöhet a fokhagyma, közvetlenül a serpenyőbe fogom nyomni. Szinte egy pesztós tésztát fogok készíteni, de az alapanyagokat itt a serpenyőbe fogom összekeverni, összepirítani, míg a hagyományos pesztó pedig egy botmixerrel vagy turmixgéppen, akár egy mozsárban készül, egy krémmé, ez most ugyanazok az alapanyagok, csak másképpen elkészítve. Na, jöhet a bazsalikom, amit az imént a kertben szedtem, ezt szépen leveleire szedem, és utána jól összevágom. Amennyire tudom, finomra vágom, de hogyha egy kész pesztót használtok, vagy ezt a botmixerrel lenyomjátok, a bazsalikom levelet egy kevés olajjal, az is működik. Én most direkt ilyen durvára szeretném hagyni. Megnézzük, hogy hogy áll a pirított magvak a hagymával. Fontos, hogy a hagyma ne legyen nyers. Lassan egyébként jó lesz a tészta is. Látjátok, hogy kezd megpuhulni. Most lekapcsolom már az indukciós tűzhelyet. 2-3 perc állás után bele is fogom szedni a serpenyőbe, és addig viszont félreteszem a bazsalikomot, hiszen szeretnék még petrezselymet is felvágni. Itt van már a kis edényembe előkészítve. Na, még egy kis bazsalikom. A lila bazsalikomból is tegyünk bele. Jó, ide akar jönni a deszkára, hadd legyen. Jól összecsapkodom. Jók lesznek a magvak, látjátok, milyen szépen megpirultak. Egy-egy szem már kezdett is megégni, úgyhogy fontos, hogy ne pirítsuk tovább. Ráteszem a bazsalikom felét, ami a petrezselyem együtt van, és egy forgatás után mehet is bele a spagetti.
Nem baj, ha egy kis lé is átkerül, hiszen attól kapja meg majd a szaftját a tészta. Még mindig hagyom a tűzhelyet bekapcsolva. Jöjjenek a fűszerek. Egy kevés sörélesztő pelyhet szórok rá. Ez is nagyon szépen bele fog olvadni a tésztánkba. Jöhet egy pici só, bár ugye a tészta főző levébe volt, de nem biztos, hogy elég lesz. Ezt a fetasajtot szeretném még belekockázni. Természetesen ez egy vegán termék, és ez szépen beleolvad a tésztánkba, úgyhogy ezáltal is gazdagítja majd a szaftját. Ha nincs otthon ilyen sajtotok, növényi sajtotok, akkor természetesen el lehet hagyni, vagy van ez a hagyományos, másik típusú, reszelhető növényi sajt, abból is lehet egy picit beletenni. Hát én most ezt a maréknyit, ami itt található, ezt mind bele is teszem, jól összeforgatom a tésztával, hadd olvadjon egybe. Most jön a következő adag, bazsalikom, ennek a majdnem az egészet, a jó háromnegyedét szintén ráteszem, és egy kevés főzőlével fogom még megkínálni, mehet rá egy jó deci a saját levéből a főzőlének. Átforgatjuk, és kezd kialakulni a szép szaftja, egy ilyen krémes szaftja a tésztának, ahogy a sajt elkezd elolvadni. Látjátok, és a pesto is egyre gazdagabb, ahogy átforgatom. Kicsit ezzel a spatulával, vagy szilikon lapáttal is alányúltam. Nagyon szépen át lehet dolgozni az alját, és nem sértem meg vele a serpenyőt, amint látjátok. És ezen a ponton le is kapcsolom az indukciós tűzhelyet, mert késznek nyilvánítom a tésztánkat. Látjátok, hogy milyen szaftos és gazdag ez az étel, úgyhogy jöhet is a tálalás. Egy pár csepp olívaolaj tetejére, egyszerű, finom, ízletes, színes, egészséges. Csináljátok meg ti is, nem kell mindig bonyolult ételekben gondolkodni. Pikpak kész van, minden kapható hozzá. Remélem tetszett, és kipróbálod te is. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok!